Sziasztok, kedves csoporttársaim! Szeretettel köszöntök mindenkit! Az év utolsó leckéjét fogom elkészíteni. Megmutatom nektek, ezt a leckét fogjuk elkészíteni hamarosan. De előtte pár gondolatot szeretnék mondani a csoport életéről és a 2019-es évről. Ugyanis most nem készítettem videót, mert majd azt is elmondom, hogy miért. 2019-es év szépen indult, teli reményekkel, és hát igaz, tehát az, hogy teli reményekkel, ez a remény meg is volt, a képeket elkészítettem, vagyis a videókat elkészítettem, ti megcsináltátok a leckéket, nagy örömömre, és gondolom, hogy a ti örömötökre is, mert ez nem csak nekem öröm, hanem nektek is, mivel akkor nem lennétek itt. Tehát az idén körülbelül úgy 60 leckét készítettem, ebbe beletartoznak azok is, amik volt, hogy három színnel elkészítettem a leckét, tehát pontosan nem tudom, de úgy 53-ra jön ki, tehát körülbelül így 60 lecke, beletartozik a tablókép is. Hát más nagyon nem tudok elmondani erről az évről, nagyon szépen dolgoztatok. Mindenkinek kiváló a szerkesztése, úgyhogy akik most maradtunk, 40 tag, közöttük pár új is, de nagyon szépen dolgoznak ők, és úgyhogy nem tudok mondani senkire semmi rosszat, nem is szeretnék, tehát rosszat nem szeretnék senkire mondani, de nagyon szépen dolgozik mindenki, az új tagok is, és én ennek nagyon örülök. Tehát az, hogy a képszerkesztésben a lényeg nem a mennyiségi munka, hogy milyen sok képet készítek, hanem a minőségi, hogy azt szerkezd meg, old meg, hogy az szép legyen, az jó legyen, és hát a saját elképzeléseidnek megfeleljen. Mindenkinek csak gratulálni tudok. Az elkövetkezendő évhez boldog új évet, erőt, egészséget kívánok mindenkinek, és jó képszerkesztést! Visszatérve az előző gondolatra, hogy miért nem készítettem most diplomákat, hát nekem engem nagyon elkeserített, hogy 4 ember ugye kilépett a csoportból, mondjuk köszönés nélkül, és ilyen a 6 év alatt velem nem történt meg, mert ugye 6 éve vagyok, 13 óta vagyok itt, ilyen velem még nem történt meg. Nem az, hogy kiléptek, hanem ilyen brutális módon távoztak a csoportból, de mindegy, nem baj, a saját magukat minősítették ezzel a dologgal, nem engem, én tovább is felemelt fejjel, és nagy örömmel készítem a leckéket nektek. A tavalyi videóhoz kapcsolódva, ugye készítettünk videókat az adminokkal, vagyis videót az adminokkal, de sajnos az idén nem történt meg, és azért most itt mondtam el, amit szerettem volna. De én ettől most nem rettenek meg, nem ijedek meg, tehát én nem a 4 embert néztem, hanem a 40 embert, akik a hátam mögött vannak, és a 40 embernek fogok ezután dolgozni, mert olyan is megfordult a fejembe, hogy abba hagyom a képszerkesztést, de utána belegondoltam ebbe, hogy a 4 emberért nem éri meg, mikor itt van a 40 ember, akik biztos, hogy szeretik a képeimet, szeretnek engem is, az nem nagyon fontos, hogy engem szeressenek, de a képeimet szerkeszteni gondolom, hogy szeretik, és nem veszem el tőlük azt a lehetőséget, hogy ne tudjanak képeket szerkeszteni, vagyis az én tudásom ne tudjam továbbadni. Én a képeimet igyekszem mindig újabb
kellékekkel feldíszíteni, most is a karácsonyiakat és a Pinterestről szedtem a kellékeket, kivágtam saját magam készítettem az adventi koszorúkat, tehát én így működöm, és engem ez boldogsággal tölt el, örömmel és szórakozás nekem ez. Gondolom nektek is, tehát azt hiszem, hogy többet nem beszélek most már róla. Mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget még egyszer, mert hogyha egészség nincsen, akkor boldogság sincsen, meg semmi sincsen. Tehát mindenkinek boldog új évet kívánok, és várlak benneteket a következő 2020-as esztendőben is. Ennyit szerettem volna elmondani. Ugye itt van a tabló, ezt elkészítettem, ennyien vagyunk, és hát remélem, hogy örültetek neki, ebből is látszik, hogy örültetek neki, mert nagyon sokan írtak hozzá, és nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy elkészítettek a képeimet, és nagyon sokan írtatok hozzá véleményt, ezt is nagyon szépen köszönöm. De most már kezdjünk hozzá a lecke készítéséhez, tehát ezt most itt lecsukom. Itt van a leckénk. Hát a leckénk az ugye 2019-es és 2020-as évről szól. Ugye ezeket a kellékeket is mindet a Pinterestről szedtem, és sajnos ott nincs PNG, ki kellett vágni. És hát kivágtam. Ez az egy kis emberke, ez a kis bohócka, vagy nem tudom minek nevezzem, ő már régebben itt van, meg a malackám, hát az új. Na, tehát hozzákezdünk a kép szerkesztéshez, veszünk egy lapot, 900x600-asat, ezt most itt átjavítottam, mert csináltam a képportálos oldalamat, és hát itt néha azért ehhez ide fogok kacsingatni, tehát vettem egy lapot, utána veszek a pipettával egy színt, mégpedig az alsóból, azért mentsétek el a képemet, és akkor ebből vegyetek színt, és akkor fogod, aztán beöntöd. Először az alapot készítjük el, mégpedig rán, úgyhogy megyünk a, ugye beöntöttük, megyünk a szűrőkre, a textúrára és a másra. A másnál látjuk, hogy itt van ez a dolog. Hát ez lehet nagyobb is, kisebb is, tehát rátok bízom, hogy akarjátok, hogy szeretnétek megcsinálni. Hát lehet akár 100 is, tehát legyen 100 akkor. 50 az átlátszatlanság, és a domborítás is legyen 100, és kaptunk egy ilyen alapot. Ez a lecke, ez nem lesz olyan nagyon nehéz, mert azért nem lesz nehéz, mert csak rá kell rakni a kellékeket. Az igaz, hogy a malackának a szemét meg kell, meg az fülét mozgatni, de ezt is majd megmutatom, hogy hogyan tudjátok egyszerűbben megcsinálni. Na most behozzuk a kellékeket, mégpedig először ezt. Ugye ezt is a Pinterestből vágtam ki. Remélem, hogy tetszenek a kellékek. Remélem, hogy szépek, jók. Appá, ez pillanat, nem láttam az inverse kijelölésbe, benne volt a pipa. Ezt itt azért csinálom most, ide belementem, hogy ne legyenek muszatok itt nekem. Igen. Jó. És akkor szerkesztés, másolás. És akkor itt jobb gomb beillesztés. Hoppá. Jobb gomb beillesztés. Igen, mikor beillesztettük, akkor megkettőzzük. Réteg, megkettőz. Réteg, megkettőz. És egy vízszintes tükrözéssel rádobjuk. Akár lehetne így is, úgy is, amúgy is. Tehát itt próbáljuk úgy, hogy fent legyen a kis gömböcskénk, és akkor egyesítés az előző réteggel. Tehát általában ez így jó. Most réteg megkettőz, és egy függőleges tükrözéssel átdobjuk. Már így is jó lenne, nagyon szép, csak nem fér bele, valószínű, hogy nem fér bele.
tehát amit szeretnénk, és akkor így legyen. Tehát leviszed az alsó gömböt ide a legaljára, és ugye, hát ez azért legyen így, nézzétek be magatoknak, de be is lehet állítani, és egyesítés az előző réteggel. Én ennek jelen pillanatban azt hiszem, hogy nem adtam árnyékot, de megpróbálhatjuk, beállítás árnyék, hát igen, tehát itt látszik, ahogy kivágtuk, tehát ronda, nem szép, ne adjunk neki árnyékot, ne adjunk, tehát itt látszik, hogy hogy vágtuk ki, így pedig nem látszik, tehát nagyon fontos. Most a következő dolgunk lesz, hogy tehát rárakjuk a kellékeket, nem olyan ördöngös dolog. Vettem egy téli tájat azért, hogy ne legyen ilyen szerkesztés, másolás. Rákattintunk ide a tetejére, szerkesztés, beillesztés, és lehúzzuk. Na most, a következő dolgot teszem, hogyha nem töltik ki a teret, akkor réteg méretezéssel, az arányok megtartásával kivesszük a pipát, és réteg méretezéssel, ugye, pontosan, nem, igen, megnézem, hogy meddig van, tehát még húzhatom, tehát nehogy kijöjjön oda. Jó, és akkor örökzítés. Szűrők, domborítás, erősebb domborítás a téli tájnak, még egyszer lehet, még ezt már nem bírja el, szűrők, domborítás, mérsékel domborítást, azt még elbírja. És akkor egyesítés az előző réteggel, tehát most már egyesítjük. Szerintem ezt is simán lehetne egyesíteni. Én arra gondoltam, hogy egyesítjük ezt is, tehát nehogy elveszítsük. Ami nem kell, kicsukjuk. A következő dolgunk lesz, ugye még nem jól csináltam, mert bocsánat, még a, tehát ezeket a szalagokat ez alá kell tenni, a többi föléje megy, úgyhogy a többivel nem lesz gondunk. Most behozom a szalagot, itt van, és akkor utána egyesíthetünk, tehát szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Hol is vagyunk? Bocsi? Na. Igen. Tehát ezt kicsukom, mert erre nem lesz szükségünk. Beillesztés, tehát a szalag, és akkor ezt ide alulra lehúzom. Az mindegy, hogy melyik oldalt rakod, az mindegy, hogy melyiket rakod. Tehát ez itt nagyon fontos, hogy meg is fordíthatjuk, nem tudom, azért volt itt nekem, tehát lehúzzuk, a sárga van kívül, és lehúzzuk sárgát, és lehúzzuk teljesen ide. Na most igazán így lehúzzuk teljesen ide, most a réteg megkettőz, és a megkettő vízszintes tükrözése átdobjuk, és ide rakjuk szintén, tehát ugyanígy a sárga van kívül, rosszat húztam. Tehát ezt is megfordítjuk, meg ezt is megfordítjuk. Tehát a sárga legyen kívül, mindegy, különben nincsen semmi jelentősége. Na most itt megnézzük, hogy mit tudunk tenni, mert majd kiradírozzuk, tehát most behozzuk ezt a két emberkét. Ugye ezt is úgy készítettem, mégpedig lán egy olyan dologból, amit most nem tudok már megmutatni nektek, mert kitöröltem, szerkesztés, másolás, külön raktam rá a hóemberfejeket, a kalapokat, szerkesztés, beillesztés, és akkor ide rakom, felőre húzom, és akkor ide rakom a szélébe. Így most már ez az oldal nem is nagyon látszik igazándiból, ezt kicsukom, mert erre már nem lesz szükségem. Tehát igazándiból ez oldal nem is nagyon látszik. Itt, hát, picit felnagyítottam.
és így vagyunk. Na, tehát ennek egy picike kis árnyékot adunk, méghozzá hóemberen állunk, tehát hóember, réteg, beállítások, árnyék. Hát szinte neki sem, nem is látszik igazándiból az árnyék, tehát így nem adunk neki árnyékot. Utána behozzuk, most már a következő dolog lesz, behozzuk a malackát, a pesgős üveget, megnyitás. Nagyon nagy ez a malacom, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Huha! Szabad átalakítás, ezt teljesen kihúzom, még így sem lesz jó, tehát a malasznak a lába másik oldalon legyen, és teljesen alá tesszük ide a hóembernek. Tehát nem ilyen nagy lesz, még lekicsinyítjük szabad átalakítással. Hát valószínű, most ezt a malacot kicsukom innen, hogy lássak is valamit, tehát a malackát letesszük teljesen, teljesen letesszük, és akkor ugye úgy csináljuk meg, hogy jó is legyen, még egy nagyon picit elkicsinyítjük szabad átalakítással. Mondjuk egy így jó lesz. És akkor a lábát, az egyiket így betesszük, tehát így figyeljük meg, mint a másiknál van. Itt a másik képem az azért ilyen, mert ugye nagyobb. Tehát nagyobb, ez a másik kép. Tehát itt a malackának a füle. Tehát látod, hogy a malackának a füle hol legyen, akkora legyen a malac. És általában ugye a feje is, mert ugye meg kell csinálni majd a szemét. A következő dolog lesz a pezsgős üveg a pohárral, azt is úgy csináltam. Tehát ezt a pezsgős üveget a Pinterestről szedtem, nagyon szép. Szerkesztés, másolás, jobb gomb beillesztés, így is be lehet illeszteni, de kicsinyítsük le, mert igazándiból nézzük csak, tehát hát... Igen, nem úgy csináltam az előző leckét, de így nagyon szép, és így én szerintem sokkal jobb. És akkor még annyira nagyon nem, de kicsinyítjük picit le, szabad átalakítással egy tízessel, mert ugye a malacnál is kisebb a pezsgő, ezt egy kicsit megkettőzöm, mert talán szebb lesz, és egyesítem. És akkor még van a kis Jancsikánk, vagy nem tudom mi a neve. Itt van, behozzuk szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés, mindegy, hogy hova rakjuk, tehát akár hova is rakhatjuk ide a szélébe. Gondoltam, próbáltam rakni, vagy esetleg még ide fel is állíthatjuk, mert van, amin álljon, tehát vagy ide, felállíthatjuk erre. Szerintem mindegy, hogy ott csináljuk. Én itt csináltam, de mindegy, hogy ott csinálod. Tehát szép mindegyik, nincsen semmi jelentősége. Na most, utána, amikor ezzel készen vagy, hát nem tudom, mert így meg nem tölti ki a teret, tehát akkor inkább ide húzzuk le. Csak így le kell tenni teljesen, teljesen, igen. És akkor most így. És akkor egyesíthetjük a rétegeket. Szerintem minden rajta van, egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Minden rajta van. Talán még ezeknek adunk árnyékot. Egyesítjük a kettőt, és rétegbeállítások, árnyék. Nézzük meg, hogy mit csináltunk. Maradhat a hetes árnyék, oké. A pezsgős üvegnek, hát nem tudom. Tehát így igazándiból, hogyha mindennek közösen is adhatunk árnyékot,
Tehát nézzétek, de i ronda, tehát ez ronda, abban már megegyeztünk, tehát nem adunk így közösen árnyékot semminek, hanem esetleg még visszamegyek, és ugye adok a malackának réteg beállítás árnyék, tehát ez nagyon csúnya nagy, mert itt a malackát is úgy vágtam ki. Ugyanaz a helyzet, hogy ha kivágunk valamit, akkor nem lesz szép az árnyék, tehát ugyanaz a helyzet, mint az effekttel. Hiába csinálsz akármit, látod, hogy nem lesz szép az árnyék, tehát oké. Egyes árnyék meg a pezsgős üvegnek is, réteg beállítások árnyék. A pezsgős üveget is úgy vágtam ki, mivel a Pinteresten csak képégék vannak. Jó, és azt hiszem, hogy hát nem is tudom, egyes. Oké, na most már tényleg egyesítünk minden réteget. Jobb gomb, egyesítés az előző réteggel, mindig a felső rétegre megyünk, és akkor most még egyszer ezt megcsinálom. Ennek adok egy kis rétegbeállítások árnyék ennek a szalagnak. Oké, és most egyesítem. Ez most miért lett ilyen, mikor ennek nem adtam árnyékot? Hát úgy néz ki, hogy nem szabad árnyékot adnom semminek. Egyesítés az előző rétege, várjatok. Rétegbeállítások árnyék. Adok neki árnyékot, és most az alappal egyesítem. És most egyesítem a felsővel, tehát így jó. Valóban azt hiszem, hogy az árnyék oda ment, tehát így is jó az egyesítés. Na most akkor következik, ugye, eddig elkészültünk a képpel, következik a ide fentre, nézzétek csak, itt vagyunk, itt állunk, én ebből a szalagból vettem mintát az írásnak, tehát ebből a szalagból a 2019-es évben, nézzétek, 2019-es évet egy kicsit halványabbra vettem, halványabbra, és 80-as méretet, hát attól függ, hogy kinek mekkora ugye betűje van. 2019, és akkor itt pedig, ez kicsit konvertál szöveget képrétegbe, jegyezzük meg, hogy szabad átalakítása mennyire kicsinyítettük le, mert ez nagyon fontos. 80%-ra 2019, és a 2020-at is ugyanígy beírjuk, de ezt már egy kicsit majd sötétebbet veszünk, tehát ami azt jelenti, hogy vagy így sötétítünk, konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás 80, itt most elszúrtam, oké, tehát itt van, de lehet egyforma színű is, nincs semmi jelentősége, ezt így egymás mellé tesszük. Semmi jelentősége nincs. Tehát egymás mellé tesszük, a következő megcsinálom a bulyékot is, és hát mondjuk együtt nem tudjuk elkészíteni, de azért így. Igen, ez külön kell sajnos. Fogod a varázspálcádat, és külön megcsinálod. Tehát középső rétegen állunk, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Adsz neki egy progresszív kontúrt, és oké. Egyenként ezt sajnos el kell végezni, nem annyira vészes, szűrők, leképezés, progresszív kontúr.
Oké, ez nem lett jó, mert ugye a fekete szűrő pillanat, tehát belekattintunk, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Ez itt megváltozott, tehát ez itt sötét lesz, vagy fekete, vagy nem is tudom. Tehát oké, belekattintasz, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Hát ezt végig kell zongorázni. Megnézzük, hogyha a külsőbe rakjuk, de az nem lesz jó. Teljesen feketét veszünk, az lesz a jó. Oké. És akkor szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Látjátok, amikor végeztünk ezzel, akkor látszik meg. Tehát a következő, felső rétegen állunk. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Tehát fekete. Oké, és akkor varázspálca, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Oké, megint belekattintasz, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Oké, belekattintasz, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Oké, na most amikor ugye azt mondom, hogy tehát egyesítés az előző réteggel, megyek a szűrőkre, a textúrára és a homokkőre. Adok neki egy homokkőt, és nézzétek meg, milyen gyönyörű lett. Nagyon szép lett. És már nem csinálunk semmiféle árnyékot, semmit nem adunk neki. Még ide írjuk azt, hogy bujék. Hát inkább nem is tudom, talán kisbetűvel jobb lenne. Boldog új évet, felkiáltójel, és ezt ugyanúgy elvégezzük, ezt ugyanúgy megcsináljuk. Ezt már nem. Szerintem nem. Kicsinyítsük le, esetleg egy nagyon picit. Konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás. Egy nagyon picit lekicsinyítjük, hogy az üveghez ne érjen hozzá. Tehát ez így. És akkor ugye egyenként elvégezzük a dolgainkat. A szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Hármas. Na, ez nem végezte el. Belekattintunk. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Nem jó rétegen voltam. Oké, megint. Szűrők, leképezés, progresszív kont. Itt már be van állítva, nem kell más csinálni, mint belekattogatni, és akkor itt elvégezni ezeket a dolgokat. Az U betű következik, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Oké, és most következik, szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Oké. És amikor készen vagyunk, felső rétegen állunk, szűrők, textúra, homokkő, és itt van a nagyon szép betűnk. Tehát így is lehet működni. Nagyon szép, és nem mondjuk azt, hogy a fotofiltre stúdióval nem lehet szép képet csinálni, csak a korellel, mert ezzel is lehet. Igen, nagyon szépet lehet. Egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és most ide ráírjuk a nevünket, a Vicuska tutoriált. Az nem baj, hogyha ilyen nagy, majd lekicsinyítjük, konvertál szöveget, képréteg. Azonnal lekicsinyítjük, szabad átalakítással, tehát mehet. Teljesen kihúzzuk, és már jó is. Oké, és akkor ide felvisszük, ugye? Ide felvisszük. Nagyon szép lett. Ezt szűrők, textúra, homokkő, és akkor ennek adunk egy kis árnyékot, beállítások, árnyék, és az árnyék az így maradjon hetesre, oké. És én most
magamnak réteg megkettőz, magamnak leveszem a vicuskát, ugye persze magamnak, és akkor valahova ide teszem, alulra, nem tudom még hova teszem, de majd először kitörlöm, ugye, itt a másik dolgot, és akkor nem tudom, nincs is helye. Tehát az van esetleg, hogy ide tudom tenni. Hát nagyon sok helyem nincsen, vagy ide beteszem. Ezt megkettőzöm, mert kicsit nem olyan szép, és egyesítem az előző réteggel. Még nézzük csak meg, tehát nagyon szépek lettek a dolgaink. Most még a keret van hátra, ezeket kicsukom, mert nem lesz rá szükségünk, tehát a keret van hátra. A keretet, hát ebből az aranyból végezzük, vagyis ebből a sárgából kattintunk ide egyet, nyomunk egy RGB szín kép, külső keret, ötös szélesség, lenyitjuk ezt, mert hogyha ezt lenyitjuk, akkor itt ez a hosszú sárga, ezt megmutatom, aki még nem tudná, hogy hogyha ezt itt lenyitod, akkor ez itt ez a hosszú sárga, ez ezt jelenti, tehát ez a szín jön ide elől. És hát ide rákattintok, már bele is ment, és oké. Tehát van egy ötös sárga, és akkor legyen még egy szürke is, tehát külső keret, legyen mondjuk egy szürke ötös, akkor megint legyen egy külső keret, egy sárga szintén, ilyen sárgás, inkább azt mondom, és akkor fogjuk a varázspálcát, belekattintunk először az elsőbe, szűrők, textúra, homokkő. Jó? Utána megszüntetjük a kijelölést, fogjuk a varázspálcát, belekattintunk a másodikba, szűrők, textúra, homokkő. Fogjuk a következőt, varázspálcát, belekattintunk a belsőbe, szűrők, textúra, homokkő. És hát ez lett a keretünk. Gondolom, hogy tetszeni fog, remélem is. És akkor most itt, ugye, ez a JPEG képünk, tehát ezt már el is menthetjük, el is mentem, fájmentés másként, és akkor mondom neki azt, hogy JPG. Elmentettük a képünket. Na most következik a malackának a szeme. Na most. Amikor már mindent ráraktunk, most mutatok egy trükköt, hogy könnyebb legyen a dolgotok. Tehát ezt még akkor nem kísérleteztem ki, amikor tavaly a malacot meg a hölgyet csináltuk. Nagyon könnyű lett volna a hölgynek a szemét is lecsukni, de így, igen. Réteg megkettőz, háromszorozzuk a réteget, megháromszorozzuk, és ugye már nem is csinálunk többet, csak ennyit, mert nyugiba untik elég, becsukjuk a szemeket. Az első, és akkor fogjuk azt a kis görgettőt középen az egérnél, itt van az egér, ugye az egérnél, az egérrel, az egérnek a középső részével, ezzel a kis görgetővel felnagyítjuk, nem lesz semmi baja, nem kell megijedni, semmi baja nem lesz, csak a malac nagyult fel. Akár mekkorára felnagyíthatjuk a malackánkat, tehát nincsen semmi gond, én ekkorára nagyítom föl, hogy jól hozzáférjek, de úgyis az alsó rétegen állunk. Ennek a malacnak az alsó rétegen nyitva lesz a szeme, szerintem, hát nem is tudom, tehát nem mozogjon a fülesem. Tehát akkor a következő réteget készítjük el.
A következő réteget fogod a poligonodat, és itt kivágod ezt a fülét. Ezt azért pontosan ki kellene vágni, mert itt ez a füle fog majd mozogni. Tehát itt, mondjuk itt ráment a fenyő, ez nem valami jó részemről. Fogod, és így, csak így, így. És akkor most rámész a középső rétegre, nem ide kattintasz, mert ha ide kattintasz, esetleg elmegy a kijelölés. Mondod neki azt, hogy szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés, de csak ide. És akkor itt nem mozdult meg a fülecskéje, tehát ide nem szabad nyúlni. Nagyon sok embernek van olyan, hogy ide nyúl, és már is elmozdul, és már is máshogyan mozog, mint ahogy kellene. Ide ne nyúljunk bele, hanem itt dolgozzunk tovább. Tehát itt másoljuk, itt illesszük be. És akkor most itt mondjuk neki azt, hogy torzítás. Amikor előjön ez a kis kocka, akkor nyúlhatunk ide, de akkor sem a fület fogjuk meg, hanem a kocka sarkában mondjuk egy picit megnagyítjuk a fület, és már is rögzít, és nem kell sokat. A lefele. A következő dolog, a következő fület szintén így kivágjuk, tehát nekem nem szép az árnyék. Itt. És azért nem is szeretek árnyékot. Tehát itt a fülecskéjét kivágjuk a malasznak, így ennyi is elég. Tehát most a következő rétegre szerkesztés, másolás, tehát ezen a rétegen vágtuk ki, vagy másoltuk ki. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Tehát a következő füle is itt van. Tehát itt van a fül, ez a füle. És most mondjuk neki azt itt, hogy torzítás, és már is tudunk torzítani, én lefele húznám egy picikét, úgy húzzuk, hogy itt a, látjátok, azért nem jó, hogyha van az árnyék, és rögzítés, már is megváltozott a füle. Na most. Egyesíteni kellene a rétegeket, de mivel hogy, kellenek még ezek a fülek, tehát így megkettőzzük. Megkettőzöd az alsót, réteg megkettőz, és feltolod a felsőhöz. Megkettőzöd a felsőt, réteg megkettőz, és feltolod a felső fölé, ezeket pedig szépen egyesíted az előző réteggel. Nem nagy ördöngösség, most már ezt megnyitod, tehát csak ez a réteged van, meg ugye a fülek. Tehát, hogyha viszont a szemet még nem intéztük el, azt is elfogjuk, de először a fület csináljuk meg. Tehát most ez a fülecske, ez ugye, hogyha rákattintunk, azonnal megjelenik, most itt torzítás, és akkor hát nem tudom, egy nagyon picit mozdítsuk meg, rögzítés, ne sokat. Most erre a fülecskére kattintunk, jobb gomb torzítás, szintén ezt pedig én lefele húznám egy kicsikét, lefele húznám. Nem kell sok rögzítés. És akkor egyesítés az előző rétege, már fülecskére nem lesz szükség. Na most kezdjük előről, mert a szemecskét fogjuk megcsinálni. Megint bezárjuk. Tehát most megcsináltuk a fület, láttátok, hogy mozog. Az alsónak nem csinálunk semmit. A következőnek a szemet, na most itt ugye azért nagyítottuk fel, hogy jobban lehessen látni, tehát itt fogod, aztán itt a szempillácskája a malackának, itt van, ugye? Tehát ezt itt kivágod szépen. Így. Mondod neki, hogy szerkesztés, másolás, de itt nem kattintasz bele, szerkesztés, beillesztés. Beillesztődött, és akkor most fogod jobb gomb torzítás, most becsukod a maradt szemét, addig húzod, nem kell kivenni a pipát, vagy hogy mondjam, addig húzod, amíg be nem csukodik a szeme. Nem baj, nem érdekes, nincs semmi jelentősége, hogyha esetleg, tehát úgy rendezed a szemét, ahogy akarod, tehát becsukodjon a szeme.
Addig húzod, míg be nem csukodik a szeme, és itt le tudod törölni, tehát rögzítés, és ugye láthatod, hogy így nem szép, nem áll jól, hát ez mekkora, tehát mondjuk 15-ös, és akkor fogod, és akkor itt, na, itt pillanat a nyomást, leveszed, na tehát itt mindenképpen itt le kellene törölni ezt itt, le kellene törölni, hogy ne látszódjon ez a feketesség, sőt, még egy nagyon picikét lehet húzni rajta, még egy nagyon picit, mert még látszik a bocsánat, ezt nem akartam, tehát a feketesség rajta. Rögzítés. Tehát ezt becsuktuk, és akkor most már is egyesítjük. Egyesítjük az előző rétege, és a következő az óra, az órát pedig egy gömbölyűvel fogod, kijelölsz egy ilyen, ide kattintasz a körre, ráteszed az órára ezt a gömbölyű valamit, szerkesztés, másolás, a második rétegen állunk, szerkesztés, beillesztés, mindenképpen ezt kell csinálni, hogy külön kell az orrod, és akkor torzítás, egy nagyon picit fölemeled az orrát, rögzítés. És akkor ezt az orrot, ezt réteg megkettőzöd, és feltolod a felsőhöz. Egyesítés az előző réteggel, még van a felső, annak nyitva van a szeme, hát nem tudom, tehát a felsőnek nyitva van a szeme, igen, az alsó, ennek be van csukva, és akkor a következő rétegünk, ugye az orra az megvan, és akkor fogjuk az orrocskánkat torzításba, elhúzzuk egy kicsit erre, rögzítés. És esetleg becsukjuk a másik szemét is, tehát azt már tirátok bízom, hogy mit csináltok vele. Egyesíted az előző réteggel, mert szerintem erre már nem teszünk semmit, de már így is elég, így is jó, csak az egyik szemét csukjuk be. Nézzük meg, hogy mit alkotunk. Mielőtt megnéznénk, mit alkotunk, ugye fölnagyítottuk, mert bármekkorára föl lehet nagyítani, kicsinyíteni, rámegyünk az ablak eredeti méretre, és nem történt semmi. Megyünk az eszközökre, az Animal GIF-re, a hurokát látszó szín optimalizált színskála, színszóródás, és hát nem tudom, hogy 100-as mi jelen, de én inkább az 50-et javasolnám, és akkor nézzük az előnézetet, hogy mit sikerült alkotnunk. Hát igen, nézzétek, egész jól működik, viszont a hát ez a füle, ez a fülecskéje nem igen mozog, tehát ezt nem értem, hogy miért, mikor ezt is megcsináltuk. Tehát megnézzük, ezt becsukom, látható. Csukom, pedig ez is mozog, tehát hogyha nézitek csak, tehát hogyha ezt kinyitom, látható, ez is mozgott a szemével együtt. Jó van, tehát nincsen semmi gond, mert azt becsukom, lejjebb ment. Egy nagyon picit mozog a füle, tehát nagyon jól sikerült. Hát ezzel el is készültünk a leckével, elég sokáig tartott, de biztos, hogy megérte. Mondjuk neki azt, hogy Animal GIF, és akkor ugye ezekkel a beállításokkal 50 hurokát látszó szín optimalizáció, skála színszorodás és exportálás, ami azt jelenti, hogy gépbe menti el a malackám műbetű mentés. És akkor hát el is készültünk a leckével, ebben az évben már nem készítek leckét, mindenkinek boldog új évet kívánok, sok-sok szeretettel, sziasztok!